Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Ha velem tartanak az aszcendensben, akkor megtudhatjuk, hogy milyen népszokások babonák irányították eleink életét. Kiderül az is, hogyan szépülhetünk, Mazák Katalin fog nekünk ebben segíteni, megtudjuk, milyenek a halak jegyűek, és mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Azt is megtudjuk, hogy mit mutatott még a kártya 2017-es esztendőre. Tartsanak velem! Nos, akkor lássuk, hogy itt a farsangi időszakban miket csináltak nagyanyáink, dédanyáink, dédapáink segítségével. Februárban milyen népszokásokat tartottak eleink? Egész hónapban már farsang van, hiszen január 6-a óta farsangot ülünk, és ez az igazi farsang időszak, január-február, február végéig, húshagyó keddig tarthat ez az időszak. És azt is képzeld el, hogy hideg van, hó van, mész este a fonóba, csikorog a lábad alatt a hó, várod, hogy odaérj, a többi asszony meg a lány közé, elkezdetek fonni, majd jönnek a maskurások. Azok a maskurások, akik eljátszák azokat a kicsit pajzán, kicsit erotikus, kicsit gőzkieresztő játékaikat, amelyek csak ebben az időszakban érvényesek, hiszen máskor sem idő, sem lehetőség nincs arra, meg nem volt arra, hogy az emberek így mulassanak, így egész napot, egész estét azzal tölthessenek, hogy szórakoznak, dramatikus játékot játszanak, dramatikus játékoknak a résztvevői, kifigurázhatják azokat az embereket, akik a társadalom peremén, vagy a társadalomból kitaszítottan, vagy a másságuk miatt közöttünk élnek, ilyenek a cigányok, ilyenek a zsidók, akik kedvenc szereplői voltak ezeknek a különösen Szatmárban űzött és előadott játékoknak. Ugyanakkor táncnak a része, táncmulatság is része ennek a farsangi mulatságnak. Mostanában ez a farsangi táncmulatságok, meg különböző szakmák szerinti farsangi bulik jellemzik csupán jó evéssel, ivással ezt az egészet, de annak idején az evés, ivás mellett valóban a falvakban az egyetlen szórakozási lehetőség volt a farsangokon való részvétel. Helybe jöttek a fonóba ezek a tánccsoport, ezek a dramatikus játékot előadó csoportok, színjátékszerű előadások voltak ezek, de megjelentek közöttük az állatalakoskodók, tehát állatmaskarába öltözött emberek, a medve, a gólya, a kecske, amelyek pajzánul megcsipkedték a lányokat, különösen a nemi jellegeket pécézték ki, a medve odament, oda táncolt, ilyen hosszú láncon táncoltatta a gazdája, különböző kérdés-felelet játékok voltak, ugyanúgy a cigánynak, vagy a zsidónak, vagy a papnak, aki ugye a faluban fölötte állt az embereknek, hiszen tőle függött az emberek meg az Isten közötti közvetítés, tehát kiprédikálhatta az embert, vagy megdicsérhette az embereket a szószékről. Tehát ő is a tréfás ugratásoknak az alanya volt, ugyanakkor pedig beleszőtték mindig az egészbe a nemi jelleget. Tehát olyan vaskos szövegeket nyomtak annak idején ezeken a játékokon. Ez különben az 1960-as évekig élt a szatmári részeken. Jó magam még részt vettem Panyolán a 70-es évek második felében egy olyan eredeti szereplőkkel felújított tréfás színelőadáson, amit úgy emlékezetből mondtak el az emberek, és nagyon jól fel is vettem Magnóra annak idején, de hát hol van már az a kazetta, amelyik ezt eredetiben elraktározta. Tehát tulajdonképpen ez a tréfás időszak, vagy ez az az időszak az, amikor az emberek úgy felkészülnek az egész éves robotra, munkára, meg egyéb családi életre, házas életre, ilyenkor teljesen másképp viselkedtek. Nem véletlen az, hogy a 16.-17. században mind a katolikus, mind a református papság részéről elítélték a farsangi kilengéseket, a farsangi alakoskodásokat, az ördögtől valónak vették a táncot. Eleve táncolni sem szabadott volna, mert mind a nemiségre, vagy a pajzánságra okot adható cselekmények voltak, de tulajdonképpen ebbe belefért. Amikor majd vége lett a farsangnak, akkor jött egy hosszabb böjt, a húsvét előtti 40 napos böjt, amikor az embereknek már kedvük sem volt ahhoz, hogy ilyeneket végezzenek, utána meg el kellett kezdeni dolgozni, tehát nem is volt lehetőség arra, hogy ilyen időben, ilyen formában éljék az életüket.
Van még egy olyan idősz, vagy egy olyan dátum közvetlenül itt a következő napokban, február 3-án, ami Balázs járásnak neveztek, annak idején manapság már nem tartják be. Annak idején az iskolában a gyerekeknek lehetőségük volt arra, hogy a tanítóik vezetésével körbejárják a falut, és toborozzák a gyerekeket az iskolában. Mindig nem volt kötelező oktatás, tehát kötelező iskolába járás. Általában a gyerekek csak a téli időszakban jártak be a suliba. Egy tanító foglalkozott velük általában az egy első hatodik osztályban, tehát mindenki egy tanteremben volt, és ilyenkor körbejárták a falut, ahol iskola érett gyerekek voltak oda be, mentek, elmesélték különböző rímes versekbe szedve, hogy milyen szép és milyen jó iskolába járni, iskolásnak lenni, és nem utolsó sorban pedig adományokat gyűjtöttek, aminek a tanító volt az élvezője. Mazák Katalin ismét segít nekünk, hogy szebbek legyünk, elmondja, hogy hogyan készül a mai házi pakolásunk, és hogy milyen bőrtípusoknak ajánlja. Milyen szépülést ajánlunk a hölgyeknek? Egy algás méregtelenítő pakolást fogok ma elkészíteni. Hogyan készül, milyen algát használunk hozzá? A méregtelenítéshez a Corella algát fogom használni, és ki fogom egészíteni még olajjal. Egyrészt azért, hogy kenhetőbb formát kapjunk, másrészt azért, hogy mivel kicsit szárazabb bőre van a vendégemnek, ezért hogy után tápláljuk, után zsírozzuk a bőrét. Ennek érdekében még tejszínnel dúsítom a pakolást, egy kis levendulaolajat cseppentek bele, és csipkebogyó port fogok még hozzáadni, a C-vitamin tartalma véget. És akkor ez milyen hatással lesz a bőrnek? Egy erőteljes méregtelenítő hatással bír, nagyon szépen feloldja a felületi szennyeződéseket a bőrről, és nagyon jól táplálja azt. Hogy lehetnek felületi szennyeződések, hiszen folyamatosan lemossuk az arcunkat, lemossuk a különböző lemosó tejekkel, tehát hogy marad ezen szennyeződés? Ezt azért észre lehet venni, főleg zsíros bőröknél, hogyha azt megnézzük, ami nagyon szokott zavarni minket a miteszerekkel kapcsolatban, hogy kis fekete pöttyök, de hogyha egy miteszert eltávolítunk, akkor azt lehet látni, hogy csak a felszíne, a bőr felszínén lévő szakasza az, ami ilyen kis fekete elszíneződésű, ez pedig pont a levegő szennyeződéséből megkötött anyagok okozzák ezt az elszíneződést. Tehát, hogyha használunk ilyen lehúzható pakolásokat, pont ezt az eloxidálódott, elszíneződött réteget szoktuk, nem magát a teljes miteszer teljes egészében távolítjuk el. Tehát ez a pakolás tisztítja a bőrünket, és mit ad még plusz? Pluszban nagyon jól fel tudjuk táplálni közben az egyéb ápolóanyagoknak köszönhetően, illetve a Corella algának a detoxikáló hatásán kívül nagyon gazdag ásványi anyag vitamin tartalma van, és ezeket a vitaminokat is fel fogjuk használni a pakolás kapcsán. Hogyan zajlik a kezelés? Letisztítással kezdünk. Bőrtípusnak megfelelő tejjel tonikkal tisztítom a bőrt, azt követően egy szódabikarbonás masszázsal eltávolítom az elhalt hámréteget, és felpuhítom a bőrt, hogy előkészítsem az algás pakolásra. Ezt követően jön a pakolás, a pakolás hatóideje után pedig bővízzel letisztítom azt, és utána napi ápolókrémünkkel bekrémezem a bőrt, és így zárom a kezelést. Tulajdonképpen mindig ajánlunk a kedves nézőknek mindenféle ilyen természetes anyagokat. Tőlem sokszor megkérdezik, hogy jó, de hol lehet ezeket beszerezni? Mert persze a Natura boltokban is nagyon sok minden kapható, de például ilyen algaport én még nem láttam, vagy csak bamba voltam. Azért az algaporok különféle verziója, legalább a spirulina és a korella az beszerezhető bármelyik bioboltban. A szódabikarbonát azt gyógyszertárban, akár gyógynövényboltokban, de akár sima élelmiszer élelmiszerüzletekben is be tudjuk szerezni.
tejszín az egyértelműen beszerezhető, levendula olajnál, amire figyelnünk kell, hogy ilyen jellegű ápolásoknál, tehát amikor arckezelésre használjuk, bőrre használjuk az olajakat, akkor mindig 100%-os tisztaságú olajat használjunk. A levendula az pont egy nagyon könnyen beszerezhető olaj, nagyon sok gyógynövényboltban, nagyon sok drogériában, illetve gyógyszertárakban is beszerezhető illóolajról beszélünk. Amire figyelni kell, hogy mindig higítva juttassuk fel a bőrre, azaz mindig valamilyen bázisban, bázikus anyagban oldjuk fel, mielőtt a bőrre feljuttatnánk. Például szőlőmagolaj. Akár növényi olajakban, ott érdemes mindig olyat választani, amit kedvelünk, vagy a bőrünkről tudjuk, hogy szereti azt az adott olajat, vagy akár egy kókuszolajban, hogyha mostani divattrendeket nézzük, argánolaj is választható, az egy kicsit gazdagabb, táplálóbb, gyulladáscsökkentőbb olaj. Mandulaolaj, búzacsíraolaj, tehát itt bátran gazdagon áll rendelkezésünkre a tárház, illetve különféle tejtermékekben is oldhatjuk, akár tejben, és úgy adagoljuk hozzá a fürdővízünkhez, akár joghurtban, tejszínben, tehát ez mind-mind bázikus vonalat képvisel, és úgy adagolva a fürdővízünkhez nagyon gazdag tápláló fürdőt kapunk. Már csak egy kérdésem van, ha bármely komponensre már kiderült, hogy nem vagyunk allergiásak, ezek után van-e valamilyen ellenjavallat még? Abban az esetben, hogyha nincs allergia, az összetevőkkel kapcsolatosan bátran használhatjuk. Most megtudjuk, hogy az asztrológia szemén keresztül milyenek is a haljegyű emberek. Aki ezután is kíváncsi arra, hogy mit ígérnek a csillagok a következő hetekre, az sehova se menjen, figyeljen, mert hát ha hasznos tanácsot kap. Kos, legyen mostanában lazább, engedjen meg több pihenést magának. Sokszorosan megtérül majd, érezni fogja, hogy kreatívabb lett, és könnyebben tud alkalmazkodni is. Bika, vannak esetek, amikor bármilyen is a testhelyzetünk a lélek térdre kényszerül, mondja Viktor Hugo. Bizony ez így van, de ha jobban ügyel arra, hogy ne bántson meg másokat, akkor már sokat segített magán. Ikrek, a szakadékot két kis ugrással nem, csak egy naggyal lehet átugrani. Magánéletében remek alkalom nyílik, hogy rendezze kapcsolatait. Akit kell, zárja le, aki felé kellene, ott pedig nyisson ajtót. Rák. Ez az időszak kiváló a társasági életre, a kapcsolatok építésére. Aknázza ki a lehetőségeket, hiszen sok energiát szabadít fel önben egy kötetlen beszélgetés egy jó társaságban eltöltött este. Oroszlán. Jelentős változások alakulnak ön körül. Vannak, amelyeket érdemes lenne meglovagolni, mert nyugodtabb, mégis izgalmasabb mindennapokat ígér. Szűz. Mehet a világ végéig is, saját magát mindenhova magával kell vinnie, tehát sokkal célszerűbb lenne, ha szembenézne bizonyos problémákkal, és nem csak elismerné, hogy valóban hibázott, de tanulna is ebből. Mérleg, úgy látszik, most téli álomra szenderült, begubózott. Ne hanyagolja el szeretteit, barátait, találja meg az egyensúlyt a magányra való vágyakozás és a környezetével való törődés között. Skorpió. Akármerre néz is, mindenhol talál példákat, hogy a kedvesség, odafigyelés megérte. Most, hogy kissé melankolikusabb a kedve, töltekezzen ismét a másokkal való kedvesség gyakorlásából. Nyilas. Nehéz szembenézni azzal, amikor úgy kosaraznak ki, hogy nekünk kell még ezt is kimondani. Nincs mit tenni. Be kell látni, hogy régen tudta már ezt, csak saját magának sem merte kimondani. Bak. Ideje kilépni az ígéretek világából. Amit nem tud teljesíteni, tisztázza, hogy ne várjon senki arra, hogy talán majd. Vízöntő. Mindig van másik ötlete, mindig van jobb megoldás, most mégis, mintha csak körbe-körbe forogna. Hagyja kicsit a problémát, lépjen tőle távolabb, majd onnan szemlélve észreveszi, ami kiszúrta a szemét. Halak. Megint hanyagolja a baráti, rokoni kapcsolatok ápolását. Az ember társas lény, természetesen ezt ön is tudja, de talán a hideg is tehet arról, hogy ennyire visszahúzódó lett.
A halak a legérzékenyebb típus, a leglelkibb ember. Szintén nagyon emberszerető, de azért ő másképp, mint a vízöntő. A halakjegyű emberek közül kerülnek ki a legjobb orvosok, akik doktorbácsik, doktornénik. Nem csak gyógyítanak, de odaülnek a beteg ágya mellé, és tudják, hogy az a kis szeretett pár jó szó többet ér, mint egy doboz orvosság. A halak tehát lelki emberek és önfeláldozók. Úgy tartja az asztrológiai szakirodalom, hogy könnyen kicsúszik a lábuk alól a talaj. Ebben van valami, de van egy olyan szívós életképességük, hogy ugyanolyan könnyen talpra is tudnak állni a legtöbbjük, és itt megint lehet kevésbé szerencsés jegy. És én azt mondtam, hogy a vízöntő és a halak, ugye mind a kettő ember szerető, a két legember szeretőbb jegy. A különbség az, hogy a két jegy között, hogy ha most erre a találkozóra én jöttem volna autóval az úton, elromlik az autón, félreállok és tördelem a kezem, hogy engem várnak és időre kell mennem, biztos, hogy megáll egy vízöntő. Egészen biztos, azonnal segíteni akar, azonnal belenéz a motorházba, ha akkor lát életében először motorházat belülről, akkor is meg akarja javítani. Kiderül, hogy nem megy, toljuk félre, hogy másnak se legyen útba, ül a kocsiba, nem vár köszönetet, nem vár hálát, megy a dolgára, tett, amit tudott. Egy halakjegyű ember megint csak biztosan meg fog állni, neki is el kell mondjam, hogy igen, fontos, elkések, elromlott. Ő is kétség, ja, ilyenkor mit lehet csinálni, hívott már szerelőt, hogy segíthetnék, hívjak valakit? Annyira aggódik, hogyha kell, hogy ha kell, vagy talán, ha nem is, a vállamra borul, és sír is velem, hogy milyen pekhesek vagyunk, és azután majd otthon talán még imádkozik is, értem. Tehát a szeretet mind a kettőben megvan. Az egyik ésszel, a másik lélekkel nyilvánítja meg. Az elmúlt adásunkban elkezdtünk megismerkedni a különböző évelei jós technikákkal. Most ezt folytatjuk, hiszen az adásidőnk korlátot szabott annak, amit bemutathatunk. Most jön a másik fele, a különböző kártyák. A következő az a Crowley-féle tarot, amivel szintén lehet egész évre jósolni. Amikor valaki a kártyát kérdezi, érdemes föltenni kérdést, most persze ennek nincs azért jelentősége, mert az egész évre vonatkozóan vagyunk kíváncsiak, de egyébként érdemes koncentrálni egy-egy kérdésre. Na most ezt a kártyát elemelem, és az úgynevezett kelt a kereszt technikával fogom kirakni. Nos, hát az elmúlt időszak nehézségei és örömei után egy olyan időszak következik, amikor kézben kell tartani a dolgokat, uralkodni kell, nem csak az indulatainkon, hanem kézben tartva a helyzeteket, a különböző szálakat, ezeket is uralni kell, és figyelni, és haladni velük a cél felé. Másfél-három hónap között jelentős változásokat ígér ez a lap. Ha így ránézünk, akkor ez a halál lapja, de a halál legritkább esetben jelent valóban halált. Ez azt jelenti, hogy megszűnnek dolgok és új dolgok kezdődnek, a változást, a lehetőségét annak, hogy új irányba menjünk. Ez elég jól fog sikerülni, mert 3-4 és fél hónap között ez egy ilyen kiegyensúlyozott, nyugodt időszak. Erre azt szoktam én mondani, hogy ez olyan, mint a vasárnap délután, amikor a nyári vasárnap délután, amikor nincs az a nagy meleg, már túl vagyunk az ebéden és a mosogatáson, és úgy az egész város, az egész ország pihen egy kicsit, még a légy is csendesebben zümmög, és ez a nyugalom, csend, ez a kis ujjunkat sem szabad megmozdítani, mert akkor már oda az idél. A 4,5-6 hónap közötti időszakra a gyorsaság lesz a jellemző, tehát, hogy gyors döntéseket, gyors lépéseket kell meghozni, nem szabad késlelkedni, nem szabad agyon meditálni a dolgokat, hanem haladni kell előre.
6-7 és fél hónap között ennek meg lesznek az anyagi sikerei, sőt 7 és fél, 9 hónap között is az anyagi sikerekre hívja fel a figyelmet, majd itt a magánéletben jelenti a változásokat, 9-10 és fél hónap között, ez azt mondja, hogy beteljesülő szerelem, és egy olyan férfi, aki kézben tartja a dolgokat, aki uralja a bikát is, vagyis aki jó harcos, jó vezető, ez jellemző arra az időszakra, hogy ezt meg kell valósítani, illetve jelenthet egy ilyen férfi megjelenését is az életünkben. No, nézzük meg a viaszunkat, hát ha sikerült már, hogy fölolvadjon. Azt hiszem ezzel már lehet. A viasszal is az fog történni, hogy beleöntöm vízbe, és akkor ahogyan megdermed, kicsapódik, abból kell valamit kisilabizálnunk. Nos, akkor megy. No. Hát, nem tudom. Ez nekem egy ilyen felhőcskét jelent. De jelenthet akár, kicsit elrébb, ez jelenthet akár egy ilyen állatkát is, mondjuk egy bikát, itt a szarva, ott az eleje, nagy füstöt, vagy ilyen nagy port ver föl, itt a lába, tehát mindenképpen egy ilyen harcolós, az erőnek a jól használását, amikor néha muszáj, hogy az ember megmutassa, hogy van ereje, nem feltétlenül negatív értelemben, hanem inkább csak... Még jobb vagyok? Jó. Tehát nem feltétlenül az erő negatív értelmében, hanem inkább csak azért, hogy elhárítsunk vele olyan bajokat, ami később harcot, nehézséget eredményezhet. No, és akkor még egy kártyánk maradt a jövendőléshez. Ez az egyik legrégebbi kártyának tartott, társasági kártyák közül legrégebbinek tartott. Ezt innen elveszem. Most több helyre lesz szükségem. Ez az úgynevezett Lenormand kártya. A Lenormand kisasszony a napóleoni időkben élt Franciaországban. Ez az ő saját maga által kreált kártya. Állítólag jósolt Napóleonnak, megjósolta a felemelkedését is, és már ezért Napóleon kitüntette, és csokoládé mérési jogot kapott a kotazűrön, ami akkoriban azért felért egy lottó ötössel is, de aztán miután Napóleonnak a bukását is megjósolta, így száműzték, elvileg, vagyis a jegyzetek szerint még ami báró Eötvös Józsefünknek is jósolt. No, hát akkor nézzük, hogy a Lenormand kártya mit ígér a következő évre. Úgy rakom, hogy erre legyen látható. Igen. Ezt ki kell egészítenünk. Nos, ez a kártya azt mondja, hogy vigyázni kell, mert az év első időszakában mindenféle ravasság az, ami meg fog minket környékezni. Akár ez írásban is történhet, tehát ha bármit aláírunk, akkor a kisbetűs részt jól olvassuk el, ha nem olvasható, akkor kérjük, hogy olvassák föl, vagy vigyünk nagyítót, vagy mindenképpen figyeljünk az ilyen apróbetűs, illetve utalással jelzett szakaszokra, mert ott lehet számunkra kellemetlen, becsapós rész. Aztán az utazások, azok ugyan a végén gyarapodást fognak hozni, de lesznek nehézségek az utazások közepette. Persze mindennek megvan az ára, tehát nincs olyan, hogy az ember úgy
jut el a nyereséghez, hogy azért ne hozna áldozatot. Itt pont az utazás során történnek ezek az áldozatok. A végén itt a magánéletünkre is kell majd figyelni, hiszen nagyon jó lehetőségek vannak, hogy a magánéletben előreléphessünk. A magánéleti előrelépés ugye mindenkinél szubjektív, hiszen akinek nincs kapcsolata, annak jöhet egy jó kapcsolat, akinek van, az lehet szorosabb, megkérhetik a kezét, vagy megkérheti a kezét a párjának, illetve házasságot köthetnek, vagy akár előtte össze is költözhetnek, tehát mindig a következő lépés. Itt az év következő időszakában, tehát gyakorlatilag ez már a második 4 hónapra vonatkozik, hogy a hitnek nagyon fontos szerepe lesz, úgy tűnik, hogy egy dolognak vége, úgymond meghal, ami biztosnak hit volt, de, és ez megint egybevág egy kicsit a tarókártyánkkal is, hogy ez a megszűnés, ez a halál, ez nem a fizikai halált jelenti, ez azt jelenti, hogy valaminek vége, egy korszak lezárul, de rögtön süt is utána a nap, és mindenféle ilyen virágzó dolgok jönnek, tehát nem kell ezen nagyon sopánkodni, nem kell sok időt a sajnálkozással tölteni, hanem koncentrálni kell a bővülésre. Az utolsó 4 hónap ez a kedves kígyó. Nagyon vigyázni kell, mert álnoksággal állhatunk majd szembe, illetve ez az időszak kedvez az ilyen álnok dolgoknak. Megmérettetnek a kapcsolataink, és ki fog derülni, hogy vannak olyan barátságok, amik már régen nem barátságok, illetve van olyan jó ismerettség, ami sokkal inkább már barátság. Hát itt aztán a nagy titkok tudója is következik, vagyis hogy az év utolsó szakaszában, akinek szüksége van arra, hogy nagy titkokat, de itt most ne az államtitkokra, meg a ki mit mennyiért adott el dolgokra gondoljunk, hanem itt inkább az élet bölcsességére. Akinek ebben az időszakban szüksége van úgymond megvilágosodásra, az megkapja a kulcsot a szívhez is és a tudáshoz is, és ez nagyon, nagyon alkalmas időszak, hogy az ember megállapodjon, aki még nem állapodott meg. Aki viszont már megállapodott, annak meg ez az időszak nagyon alkalmas arra, hogy élvezze az otthon melegét. Nos, hát a 2017 igazából nem ígér nekünk rosszat. Önök is nyugodtan kipróbálhatják otthon a kávézacot is, illetve a viaszt is. Ezt ugyanígy az ólomöntést ugyanígy kell megvalósítani. Nekem most nem volt ólmom, de akinek van, az nyugodtan teheti. Csak persze legyünk óvatosak, mert forró. Hát én nagyon boldog, sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek. Használják a praktikákat, a tanácsokat, és remélem, hogy mindenki jövőre azt fogja mondani, hogy nagyon jó évet zárt. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba. Várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a legjobbakat. Viszontlátásra!